Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! A különleges helyzetre való tekintettel mai műsorunk is eltérő lesz a megszokottól. A város köztiszteletben álló emberei mondják el véleményüket és tapasztalataikat a koronavírusról, arról, hogyan élik meg ezeket a napokat. Kezdjük a sort Hegedűs Éva tüdőgyógyásszal. Kicsit feszengve ültem ide, hogy miért pont egy tüdőgyógyásznak kell erről a témáról beszélnie. Nos, hát elmondhatom, hogy az érdeklődésem az átlag emberénél is nagyobb ezután a járvány iránt, éppen azért, mert a szakmámban először is a tuberkulózis az egy hatalmas és egy állandóan tartósan meglévő betegség, amely fertőző és amely nem nálunk, hál' Istennek, de nagyon sok helyen, főleg a harmadik világban, időnként járványos formákat is ölt, és talán éppen ezért nem is fog soha megszűnni. Nálunk nagyon jók a mutatók tuberkulózis szempontjából, teljesen nyugati színvonalak, mondhatni a gyermekek közt teljesen fel is számolódott, de ugyanakkor az, hogy a tuberkulózis teljesen megszűnjön, olyan nincsen. Az egyik itteni kollégám tartott egyszer egy előadásról, az ő előadásának az volt a címe, hogy a tuberkulózis volt, van és lesz. Tehát ez az életünkben nekünk a fertőző betegségek elleni küzdelem, ha egy és egy nagyon kiterjedt betegség ellen zajlott is, de állandó volt. A szakmát arra figyelmezteti, hogy nem érheti semmi felkészületlenül elsősorban. Tehát mindig úgy kell lenni, hogy a puskapor szárazon legyen tartva, de legyen puskapor. De hogy ne kapkodás legyen. Nekünk volt egy kis előnyünk magyaroknak, mert nem nálunk kezdődött. Nem is mer az ember rá gondolni, hogyha nálunk kezdődik, akkor milyen komplikációk és milyen bajok történnek és milyen zavartság. Tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy ezentúl erre mindig kell figyelnünk, és azok, amiket most megszerveztek, azok ha csökkentett mértékben is, ha lehalkítva, letompítva is, de állandóan napra, egy napra készen tudjanak állni. Ugye ez a legnagyobb tanulság. A másik tanulság az, hogy a megelőzésre, tehát nem csak akkor kell felhívni a figyelmet, amikor már ott van a baj. Nem lehet azért tudni, hogy ezek mikor ütik föl, ha ez is egy mutáns tulajdonképpen ez a vírus, és akkor megint lehet egy másik, ami előjön, és akkor megint csak jön egy járvány. Tehát ezekre jobban fel kell készülnünk szakmailag is, szervezetileg is, és ez egy olyan probléma, ezt most látjuk, hogy össze kell fogni az egészségügynek és az embereknek, ennyire embernek hozzájárulni egy ilyen nagyfokú egészségügyi problémához nem kellett még soha. Máskor mindig csak a sajátját, vagy maximum a szoros környezetben élőt, a szeretteit, a rokonait kellett neki, vagy a barátait figyelemmel kísérni, de most nem. Most az egész országot figyelemmel kell kísérnie, sőt az egész világot is. Csak az a jó, ha most a lakosság fogja magát és azt mondja, hogy most segítek. Segítek abban, hogy egészségesek maradjunk, amennyien csak tudunk, és ehhez nem kell más, mint a karantén, az izoláció, a szociális távoltartás, ezzel a szép szóval hívják ezt hivatalosan, és hát a betegeknek az izoláltsága. De a többi az viszont rajtunk múlik, azt nekünk önként kell elvállalnunk, és komolyan kell venni. Nem az, hogy most csak éppen ide kiszaladok, meg éppen oda kiszaladok, szóval azt kellene megcsinálni, hogy tényleg ne is menjen ki senki sehova. Ez egy háború. Egy olyan háború, aminek nincs vezére, és ezért csak a szenvedőkön, a szenvedő megtámadott lakosságon múlik, hogy meg tudja mutatni azt, hogy össze tud fogni, és nem a háborút kezdeményező fog győzni, jelen esetben a vírus, hanem a lakosság és az emberek összefogása és fegyelmezettsége fogja a győzelmet meghozni. A vírusveszély csökkentése érdekében zártak be intézmények, iskolák is, a pedagógusok is azon dolgoznak, a lehetőségekhez mérten a legjobb tudást tudják átadni a technika segítségével. Hát nagy változásokon megyünk keresztül, nagy kihívást hozott nekünk ez a digitális oktatásra való átállás. Függetlenül attól, hogy a tantestület és a kollégáim rengeteg információval rendelkeznek már a digitális oktatás terén, azt gondolom, hogy itt összegezni kell egy nagy tudáshalmazt, és gyakorlatilag egy mederbe terelni,
hogy jól tudják ezeket alkalmazni. Nagyon sokan ismernek platformokat, a Skype-tól, a Zoom-on át, mindenfélét. Az a kihívás, hogy ezeket most úgy tudják megszervezni, hogy egyrészt a pedagógusok egymás között tudjanak kommunikálni és információt cserélni, ez egy nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy ez működjön. A másik az, hogy a gyerekekkel való kapcsolattartást megteremteni. Nagyon fontos az, hogy most nem a nagymamák látogatásának az ideje van, és a bulizás ideje, hanem az, hogy a családok és a gyerekek otthon maradjanak, és otthon próbálják a tananyagot elvégezni. Tagintézmény vezetőként meg kellett valósítani azt, hogy a kollégák egymás közötti kommunikációja helyreálljon. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy az iskola további életére is felkészüljünk. A Nemzeti Alaptanterv kapcsán vannak feladataink a pedagógia program módosításában, helyi tantervek kidolgozásában, és ugye elmaradt egy nagyon fontos nap számunkra, a bemutatkozó nap a nagycsoportos óvodások számára. Ezt most szintén interneten publikáltunk regisztrációs lappal, ez megkönnyíti nekünk majd a beiratkozást. A Nemzeti Alaptanterv jövő szeptembertől való bevezetése már önmagában biztosít elég teret a digitális oktatásra, vagy projektalapú oktatásra. Én azt gondolom, hogy ezek még hangsúlyosabban meg fognak jelenni a mi helyi tantervünkben is, és a kollégák ezeket a részeket sokkal jobban fogják alkalmazni, mert felkészültebbek lesznek rá. Mindenképpen azt gondolom, hogy a helyi tanterveikben sokkal hangsúlyosabb szerepet fog kapni a digitális oktatás. Ezt valószínűleg a pedagógus kollégáink nem tudták volna ilyen mértékben kidolgozni, hogyha nem így adódik a helyzet, mint most. Függetlenül attól azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenki higgadt fejjel, és józanul gondolkodjon ebben a helyzetben, támogatva mindenkit, ugyanúgy, ahogy az önkormányzat teszi ezt. Bízom benne, hogy a gyermekeink higgadtan otthon maradnak és tanulnak, és jól kihasználják a számukra a lehetőséget. A hit átsegít legnehezebb helyzeteken is, ám a személyes kontaktus elmaradása egyházi ember és hívő között nehezíti a belső egyensúly fenntartását. Az egyházak szociális gondoskodó arca most előtérbe kerül. Március 14-én jött az a püspöki tanácsi rendelkezés, ami szerint minden gyülekezeti alkalmunkat, beleértve bibliórák, egyéb alkalmak és az Isten tiszteleteket is le kellett mondanunk. Először abban reménykedtünk, hogy elegendő csak ilyen kis létszámmal összejönni, de aztán megértettük azt, hogy ez a jelenlegi helyzet mindenképpen azt követeli meg, hogy egyáltalán ezeket a személyes kapcsolatokat szorítsuk vissza a legeslegminimálisabbra. De mindenképpen megpróbálunk úgy mindenkit tájékoztatni, elérni telefonon is, hogy érezze azt, hogy odafigyelünk rájuk. Pontosan azért is hívtuk fel azokat az időseket, akikről tudjuk, hogy nincs saját család, egyedül élnek, hogy kell-e valamilyen segítség, szükség van-e valamilyen segítségre, akár gyógyszerkiváltásra, akár vásárlásra. Bár tudom, hogy az önkormányzat is ebben jelentős szerepet vállal, de legalább a magunk körén belül igyekszünk ezt, akiknél ilyen szükség van, elrendezni. Valószínűsítjük azt, hiszen ez a püspöki rendelet virágvasárnapig szól, de valószínűsítjük azt, hogy ez meg fog hosszabbodni, nagy hét és a húsvét ünnepe is bele fog esni. Hát szomorúan várjuk ezt az ünnepet, ugyanakkor azzal a reménységgel, hogy talán sikerül sokakat megmenteni, így a fertőzés nem fog az időseinkhez eljutni. Pontosan ebben a böjti időszakban próbáljuk arra ösztönözni a híveinket, hogy mivel otthon vannak, van idő arra, hogy egy kicsit megálljanak, végig gondolják a maguk helyzetét, életét. Én azt gondolom, hogy a kapcsolatokat is újra kell gondolni, újra kell élni. Hiszen a modern, rohanó világban sokszor nem is vettük észre, hogy milyen az, hogy együtt vagyunk otthon. Sok minden megváltozott most. Nagyon sokaknál bizonytalanság érzése lép föl. De mindenkit arra biztatunk, hogy most próbáljon arra koncentrálni, hogy ennek a vírus járványnak próbáljunk meg gátat szabni, és aztán azt követően megélve a mostani bizonytalanságot, még inkább próbáljunk meg hangsúlyt tenni a közösségre. Arra a közösségre, ami pont most érezhetően annyira hiányzik, és annyira átéljük azt, hogy mennyire fontos az életünkben.
A legtöbb feladat az idősek gondozását végző intézmények munkatársaira hárul. A szakemberek azt mondják, a mentális egészség fenntartása a jövő nagy kérdése lehet. A veszélyhelyzet kihirdetését követően azt az utasítást kaptuk, és az volt a legmegfelelőbb, hogy nem fogadhatunk a nappali ellátás keretein belül időst a központunkban. Mindenkinek fölhívtuk a figyelmét ezáltal, hogy tartózkodjanak otthon, amennyiben segítséget tudunk nekik nyújtani, telefonon keresztül ezt közölhetik velünk, és megtesszük. Az étkeztetéssel kapcsolatban is megszűnt a helyben való étkeztetés, és csak házhoz szállítással tudjuk elvégezni ezt a feladatkört. Pont ezért történt meg ez is, hogy minél többen otthon maradjanak, hogy ne kelljenek kimozdulniuk semmilyen tevékenység elvégzéséért. Jelenleg a nappali ellátás keretein belül 60 fő ellátottunk van, ők mindenki otthon tartózkodik, szociális étkeztetésben 124 főnek az ebédeltetését oldjuk meg, házi segítségnyújtás keretein belül pedig 113 főnek. Nagyon sok ellátottunk van, nagyon sok időssel tartjuk a kapcsolatot, mind úgy, hogy a gondozónők házhoz mennek és ellátják a feladatkört, mind pedig nagyon fontossá vált a telefonos kapcsolattartás, hiszen ez nem csak azért fontos, hogy bediktálják nekünk az elvégzendő feladatokat, hanem mentálhigiénés tanácsadást is biztosítanak a gondozónőink, mert a legfontosabb azzal, hogy ők otthon kényszerülnek, otthonmaradással kényszerülnek, hogy valakivel mégis kapcsolatot tarthassanak. A legfontosabb dolog, hogy mindenki otthon maradjon, és erre biztosítunk egy telefonvonalat, hogyha bármilyen kérdése felmerül, bármilyen segítségnyújtást kérnek, ezt megtesszük, és nem csak bevásárlás, gyógyszerkiváltás tekintetében, hanem mentálhigiénés támogatás keretein belül is. A legfontosabb feladat, hogy tudatosuljon mindenkiben az, hogy otthon kell maradni. Ezzel tudjuk a legtöbbet segíteni egymásnak, magunknak, ha mindenki az otthonába tartózkodik. Illetőleg azt, hogy aki viszont fiatal és aktív, ők viszont vállalják fel a társadalmi szerepvállalásukat, jöjjenek, segítsenek, hiszen nagyon sok idős van. Bonyhádon 2064 fő 70 év feletti él a városban, akiknek segítségre van szükségük, és nem hagyjuk magukra. Az önkormányzatunk biztosítja mindennek a lehetőségét, hogy igenis kiszolgálják az időseinket. A vírusveszély csökkentése érdekében országszerte zártak be az intézmények, így a Bonyhádi Sportcentrum is. Ez nem csak a rendezvényeket, hanem a sportolókat és a sporttal foglalkozó pedagógusokat is érinti. Hogyan lehet otthon tartani azokat, akiknek életük a mindennapi mozgás? Erről is beszél Köllő Roland és Máté Norbert. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott döntések és intézkedések Bonyhádi Sportcsarnok életében is, illetve Bonyhádi Sportcentrum életében is meghatározóak. Ugye ilyen jelenséggel eddig senki nem találkozott, ezért nekünk is nagyon nehezek ezek a napok. A Bonyhádi Sportcsarnok, mint a Bonyhádi Sportcentrumnak a bázisa, ilyeténképpen nagyon nehéz időszakot él meg, hiszen ugye mi otthont adunk egyrészt a Bonyhádi általános iskolásoknak tanóra keretében testvenelés óra eltöltésére, illetve az egyesületeket is valamilyen szinten irányítjuk. De amikor a miniszterelnök úr március 13-án bejelentette azt, hogy tantermen kívüli oktatás lép életbe, akkor már tudtuk azt, hogy gyakorlatilag ezzel a Bonyhádi Sportcsarnok ez is zárhatja a kapuit, hiszen ugye a délelőttöket egészen 2-3 óráig minden nap a Széchenyi tölti el nálunk, és ugye akkor itt volt meg mellette a kosárlabda egyesület is, akinek szintén az MKOS bejelentette azt, hogy nem folytatódnak tovább a bajnokságok, ilyeténképpen edzeni sem kell tovább. Úgyhogy nehéz helyzetben voltunk. Polgármester asszony látogatási tilalmat rendelt el a közművelődési intézmények mellett a Bonyhádi Sportcsarnokban is, úgyhogy gyakorlatilag március 16-a óta üresen áll az intézményünk. Ez arra volt jó, hogy nagyjából kitakarítottunk mindent, rendbe raktunk olyan dolgokat, amik esetleg eddig elmaradtak. Úgyhogy jelenleg itt állunk, üresen áll a sportcsarnok, és várjuk azt, hogy a járvány levonulta után újra a birtokba vehessük az intézményünket. A Bonyhádi Bölcsőlabdarúgó Klub életében is egy nagyon nehéz időszakot élünk meg, hiszen a játékosaink is, nem csak elsősorban a felnőtt játékosokra gondolok, utánpótlás játékosaink is tisztességgel felkészültek a téli időszakban, a felkészülési időszak alatt a bajnokságra. Ez gyakorlatilag egy mozdulattal elvágta és keresztül írta az élet, és elvágta az MLS. Gyakorlatilag ugye minden egyes olyan sportesemény, illetve bajnokság beszüntetése került, ami eddig ment és zajlott.
Ugye csapatjátékról, csapatsportágról van szó. Az első héten én is csak kerestem magam, és nem tudtam, hogy mit csináljak magammal. Tehát otthon ültem, amikor edzés kellett volna tartsak, akkor éppen otthon nem tudtam magammal mit kezdeni, és gyakorlatilag ez a játékosoknak is egy nagyon furcsa helyzet, hiszen amikor edzeni kellett volna, akkor éppen otthon ült, és a szervezete hozzászokott ahhoz, hogy már pedig neki edzeni kellene. És ugye gyakorlatilag mi január közepe óta azért készültünk, hogy megvédjük a bajnoki címünket, amire úgy néz ki jelen állás szerint, hogy most nem lesz lehetőségünk. De természetesen nem csak a sportolók vannak nehéz helyzetben, hiszen ez az egész világot megmozgatja most ez a probléma. Így Magyarországon is mindenkinek ez egy nagyon nagy gond. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, nyomatékosom. Tudom, hogy már számtalanszor megkértek erre mindenkit, és mindenki, aki egy kicsit közszereplő, az már elmondta a véleményedet. Tényleg annak érdekében, hogy minél előbb vége legyen ennek az egész szituációnak, minél előbb legyünk túl rajta, mindenki maradjon otthon, és együtt próbáljuk megoldani ezt a nehéz kérdést. Ha valakinek esetleg szüksége van segítségre, a BVLC felajánlotta azt, hogy ha az idősek esetleg nem tudnak elmenni bevásárolni, nagyon szívesen megoldjuk a bevásárlást, ha esetleg gyógyszertárba kell menni, csak egyet kérek, hogy mindenki maradjon otthon, és a lehetőség szerint ne húzzuk tovább ezt az egész helyzetet, hanem próbáljunk minél hamarabb túl lenni rajta. A testnevelés órák is digitálisan történnek a jelen helyzetben, és a tanárok kreativitásán múlnak a dolgok. A heti rendüket leírják, ott is az egészséges életmódra koncentrálnak, otthoni mozgásokból is van lehetőség. Egy picit néha viccesen és kreatívan kell fölfogni a dolgokat. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy legyen egy heti rendje a gyerekeknek, mert azt tapasztaltam, hogy sokan most ebben a helyzetben például 11 délig alszanak, hogy legyen meg az, hogy mikor kelnek, fogat mosnak, reggeliznek, mennyit és mikortól mennyit tanulnak, mennyit tudnak mozogni, és természetesen az egészségügyi fontos dolgokra is figyeljenek közbe. Nagyon sok szülői segítség kell a tanuláshoz. A középiskolások sokkal önállóbban, felelősségteljesebben kell most teljesítsenek, és most is azt kérném tőlük, hogy próbálják meg ezt az időszakot átvészelni. Látjuk, érezzük, hogy oda teszik magukat, de figyeljenek oda, hogy ez nem egy szünet, hanem ez egy iskolai tanítási napoknak megfelelő időszak. Mindenkit szeretnék ebben a nehéz időszakban arra kérni, hogy vegye komolyan a kialakult helyzetet, és próbáljon otthon maradni. Szeretném megköszönni azoknak, akik sajnos nem tudnak otthon maradni, és azért dolgoznak, hogy nekünk jó legyen. Kitartást a szülőknek, diákok, tudjuk, hogy nehéz a helyzet most, de látjuk, hogy iparkodtok. Ti is nagyon felelősségteljesen kell gondolkodjatok. Szeretném megkérni az idősebbeket és a betegeket, hogy semmi esetre ne hagyják el otthonaikat. Vigyázzunk egymásra, nagyon fontos, hogy összetartsunk, és minél hamarabb jöjjünk ki ebből a nehéz helyzetből. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!